Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honnotrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy én is tartsa meg a mai előadást. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Kócsképzéseket tartunk. Mit jelent az, hogy kócs? Ember és életjobbító. Szó szerint véve edző. És maga a szó eredete, az lehet, hogy sokan megbotránkoznának ezen a világban, de a szónak az eredete az a kocsi szóból lett. És a kocsi szó pedig a Kócs községben, a világon először létrehozott kocsiból fakad. Tehát Kócs községből fakad a kocsi szó, és onnan lett ugye angolban a coach edző. Edző, az edzőnek mi a dolga? Hát az a dolga az edzőnek, hogy kihozza a sportolóból, vagy azt, akit edz, abból a legjobbat és a legtöbbet. Na most nálunk ugye, tehát az edző az a legtöbbet és a legjobbat hozza ki. Nekünk a legjobbat és a legtöbbet kell kihozni az emberekből. Milyen téren? Nézzük meg, ide majd visszatérek. Ezeken a területeken, hogy ezeken a területeken az ember könnyen és jól boldoguljon. Tehát könnyen és jól boldoguljon. Tehát jól tudjon bánni önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, munkájával, pénzzel, környezetével, hatóságokkal és a saját Istenükkel. Tehát ezekkel a területekkel, hogy jól tudjanak bánni. És akkor visszatérve, a kócsképzések az oda juttatják az embert, hogy egy szakmát kap. Egy olyan szakmát, amit egyébként nem OK-s, de mégis szakma. Általában a világban vállalkozók művelik,
bár vannak olyan cégek, nagy cégek, amely coachokat alkalmaznak, ugyanis a coach az azon túlmenően, vagy azon belül, hogy képes kihozni valakiből a legtöbbet és a legjobbat, a következőt tudja. Tehát képes arra, hogy van mondjuk egy ügyfél, az lehet egy dolgozó is egyébként. És annak van valami problémája. Na most a probléma, az például egy alkalmazott esetében rányomja a bélyegét a dolgozóra, bármilyen jellegű probléma, és az illető alkalmazottként rosszabbul teljesít. Többet hibázik, stb. Stb. Ezért a coachokat, azok a vállalatok, akik alkalmaznak coachokat, úgy alkalmazzák abból a célból, hogyha látják, hogy egy dolgozó rosszabbul teljesít, akkor elküldik a coachhoz, a coach kérdésekkel kideríti, hogy mi a problémája a dolgozónak, az legtöbb esetben magánjellegű, és kideríti a problémának a valódi okát, és rávezeti a dolgozót arra, hogy hogyan oldja meg azt a problémát. Most ha egy ember képes egy problémájának a megoldására, és megoldja a problémát, akkor jobb állapotba kerül, és az azt jelenti, hogy jobb lesz a munkavégzése. A munkáltatóknak ez megéri azért, mert sokkal kevesebbe kerül egy dolgozó coachingolása, mint egy új dolgozó betanítása. Tehát mire egy új dolgozó ugyanazt az eredményt éri el, mint amire egy régi dolgozó képes, az jó sok idő, és ezáltal jó sok pénz. Ezért alkalmazzák a munkáltatók a coachokat, de a legtöbb coach, mint imént említettem, nem munkáltatói alkalmazásban van, hanem egyszerűen vállalkozó. És az embereknek vannak problémáik, és manapság egyre többen nem pszichológushoz fordulnak. Miért? Mert a pszichológus megoldást nem ad, csak meghallgatja az illetőt. Na most a coach nem alkalmas arra, hogy ő csak meghallgassa az illetőt. Tehát a coach nem azért van, hogy meghallgassa az illetőt és megkönnyebbüljön. Azok a pszichológusok. A coach arra van, hogyha valakinek van egy problémája, akkor, és meg akarja oldani, akkor az illető képes legyen ezt megoldani. Nem tudom, ez mennyire egyértelmű. Na most, de ha már olyan dolgokkal foglalkozik egy coachképző intézmény, mint például mi, hogy segítünk az embereknek abban, hogy olyan tudáshoz jussanak, amivel képesek segíteni másoknak a problémáik megoldásában. Hát akkor nyilván már segítünk azoknak, akik itt tanulnak, hogy a saját problémáikat is meg tudják oldani. Sőt, ne csak meg tudják oldani a problémáikat, hanem képesek legyenek megelőzni a problémáikat. Nyilvánvaló, hogy egy coach, amikor coachingol, tehát amikor az ügyfelét coachingolja, tehát segít abban, hogy az illető képes legyen a problémáit megoldani, akkor ő nem fogja tanítani. Oké, tehát nem fogja arra megtanítani például, hogy hogyan előzze meg az egyéb problémáit, meg hogyan előzze meg más problémáját. A coach abban segít, ami az adott egy probléma, ami miatt az illetőt felkeresték. Na most itt mi nálunk, ugye tanítjuk az embereket arra, hogy képesek legyenek megelőzni is a problémáikat, és ha bármilyen probléma eléjük kerül, akkor képesek legyenek megoldani azt a problémát, ha az a sajátja, ha az másé, és más kér tőle segítséget, akkor is. Na most mivel szakma, a coachok ebből pénzt profitálnak. Az azt jelenti, hogy nekik ebből jövedelmük van. A
kócsok jövedelme az 3000 forinttól 30000 forintig terjedő összeg óránként. Tehát óránként. De erről nagyobb összegeknél, tehát ennél nagyobb összegekről is hallottam már, de az nem annyira jellemző. Na most tehát, ha valaki itt tanul, és tanul ilyen dolgokat, hogy hogyan oldja meg a problémáit, és hogyan előzze meg a problémáit, és hogyan segítsen ezekben másoknak is, akkor én úgy gondoltam, hogy tegyük egy kicsit összetettebbé a dolgokat, de egyszerűvé. Az összetettebb azt jelenti, hogy a fizikai cselekvés az önmagában kevés. Ami annyit jelent, hogy nem csak fizikailag kell az embernek megtenni dolgokat, hanem szellemiekben is. Tehát szellemiekben is. Sőt, egy idő után rájöttem arra, nem mostanában, már vagy 20 éve, hogy a szellemiek igénybevétele itt belül fontosabb, mint a fizikai cselekvés. Mert hogyha a szellemiek rosszul működnek, akkor a fizikai cselekvés is rossz lesz. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ez itt helyesen működjön belül, és helyes tanácsot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tegyen az ember. És arra is rájöttem, hogy ez nem csak gondolkodás kérdés. Bár a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez gondolkodás kérdés. Hanem rájöttem arra, hogy az ember a gondolkodásán kívül még több segítséget is igénybe vehet. Igénybe vehet más, sokkal tapasztalatabb emberek segítségét, de arra is rájöttem, hogy nem csak emberek tapasztalatait, más emberek tapasztalatait tudja az ember használni, hanem arra is képes az ember, hogy olyan segítséget kapjon, amit esetleg emberektől nem tud megkapni. Hát akkor kiktől? Állatoktól? Növényektől? Nem. Hanem olyan lényektől, akik hozzánk képest szuper intelligensek. És azért mondom többes számban, mert nem egy emberről van szó, hanem emberekről van szó, és emberek esetében többes számban vagyok kénytelen beszélni. Tehát úgy értve a többes számot, hogyha több emberről beszélek, akkor több szuperintelligens lényről is beszélek. Tehát ami annyit jelent, hogy az emberek nem csak az, embereknek nem csak azt kell megtanulniuk, hogy jól működjenek, hogy mit kell tenni a fizikai világban, hanem azt is meg kell tanulniuk, hogy mit kell tenni a szellemvilágban. Tehát olyan lények tudják segíteni az embereknek a működését, akik nem kézzel foghatóak. Semmi gond nincs ezzel, hogyha valaki ebben nem hisz, mert akkor ő ezt nem tudja igénybe venni. És ez akkor az ő személyes szociális problémája. Tehát nekem mindegy, hogy valaki hisz ebben vagy nem. Nekem mindegy az, hogy a földön túli segítséget is tud kapni az illető, vagy ő adott személyként nem kap. Nekem ez mindegy. Ő neki nem lenne mindegy. Tehát ez is érdekes, mert ugye ezt hogy fejezzük ki, ez nem mostanában kitalált gondolat, hogy földön túli segítség. A földön túli segítség az azt jelenti, hogy nem földi eredeti segítség. Világos ez? Na most a nem földi eredetű segítség, az pedig a földön mit tapasztalunk, hogy az ember úgy működik, hogy hiszem, ha látom idézőjelben, bár az oxigént se látjuk, vagy a levegőt, amit beszívunk, de azért mégis hiszünk benne. Na mindegy, de ez lényegtelen ebből a szempontból. Tehát, de abból a szempontból nem lényegtelen,
hogy a világegyetemben ne képzeljük azt, hogy mi vagyunk egyedül. És ne képzeljük azt sem, hogy csak úgy tud működni egy értelmes lény, mint ahogy mi működünk. Tehát az értelme, és ez nem sci-fi, jó? Tehát nem fantasztikus dolog. Ez a valóság, hogy én nem hiszem azt, hogy vannak olyan lények, akik tudnak nekünk segíteni, és nem kézzelfogható lények, hanem én ezt tudom, hogy vannak. Na most az ember akkor tud ilyen dolgokat, hogyha meggyőződött róla. Világos ez? És én ezekről meggyőződtem. Tehát, ami azt jelenti, hogy rájöttem arra, hogy az ember igazán akkor tud jól működni, hogyha a fizikai segítségen kívül, tehát a fizikai tudáson kívül, szellemi tudással is rendelkezik. A szellemi tudás az azt jelenti, hogy igénybe tudja venni az olyan szellemi segítséget, amihez nem kapcsolódik ember. És ugye sokan valamilyen szinten már megtapasztalták ezt a nem kézzelfogható tudást, és ugye több helyen tanulhatták az emberek azt, hogy például ilyen kifejezések, hogy akasa, és olyan kifejezések, hogy tudat alatti, meg olyan kifejezések, hogy közös tudat alatti. Tehát közös, nem a tied, hanem közös tudat alatti. És ugye tanulhattak az emberek olyanokat, hogy ezekből, akasa, közös tudat alattiból az ember tud meríteni információkat. Az összes feltaláló egyébként onnan merítette az információkat, ami azt jelenti, hogy nem saját kútfőből, de ez a tudás, én nem, tehát én ezen túlmennék, mert tehát az akasán, meg a közös tudat alattin túlmennék, hanem mert ugye én nem csak ezt tapasztaltam meg, hanem azt is megtapasztaltam, hogy a közvetlen tudásátadás. Tehát a fentiek részéről közvetlen tudásátadás. A fentiek részéről közvetlen tudásátadás az azt jelenti, hogy ki van kerülve különböző információs csatorna, és közvetlenül adják a tudást. És ugye mivel ezt is megtapasztaltam, ezért úgy gondoltam, hogy hát mi lenne, hogyha ezt az egészet ugye tanítanám. És az emberek jobban igénybe vehetnék azokat a segítségeket, amit maguk és mások érdekében pozitív irányban tudnak segíteni, tehát jó irányban tudnak segíteni, és olyan segítséget úgyse fognak kapni, amivel vissza tudnának élni. És úgy gondoltam, hogy akkor ne csak egy fizikai tudás legyen, hogy az emberek mit tehetnek fizikailag, hanem legyen egy olyan tudás összekapcsolás, hogy az emberek szellemi módon is hogyan segíthetnek magukon, vagy akár hogyan segíthetnek ezekben másoknak. És akkor így lett ez gömbölyű ez az egész, és így lett másabb, mint egy coachképző intézmény, de másabb, mint bármilyen spirituális képző intézmény. Ami azt jelenti, hogy nálunk van a fizikai életben használható tudás, és gyakorlatilag az elmúlt 10 évben nem tudtak föltenni olyan kérdést, amire ne lett volna fizikai életben megoldás. Azért ez nem rossz. És van olyan tudás, amivel ugye az ember segítséget kaphat, és ezt úgy szoktuk nevezni, fentről. Fentről. Magyarul vannak spirituális dolgok belerakva
a hagyományos tudásba, vagy fordítva is lehet nézni, a spirituális tanításba benne vannak a fizikai dolgok tanítása. Na most, hát erre csak egyet mondanék, ha még egy ilyen szervezetet talál valaki, akkor szóljon, jó? Ráadásul úgy, hogy én kaptam olyan képességeket, hogy bármilyen szellemi dolgot tudnának hasznosítani az emberek, és azt én elkezdem tanulni, akkor így megtanulom. És utána körülbelül ebben a tempóban tudom átadni vissza az embereknek. És ez igaz avval kapcsolatban is, ha az arra a tudásra fizikai értelemben van szükség. Tehát ez azt jelenti, hogy mivel ugye a szervezetnek a képzéseit én folytatom le, ezáltal ugye át tudok adni olyan tudást az embereknek, amit ha máshol át tudnak adni, akkor itt is. És ha arra az embereknek pozitív értelemben szükségük van. Világos ez? És mindegy, hogy fizikai tudásról, vagy mindegy, hogy szellemi tudásról van szó. Na most, ez is eléggé különleges, ez így egybe, az egész. És akkor nézzük tovább, jó? Ugye tudni érdemes, hogy én emberek szervezését kezdtem 91-ben, mint elhangzott. 87 óta kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, és tudod milyen formában? Céges tárgyalások formájában. Tehát 87-től. Bele a mélyvízbe, céges tárgyalások. Érted? És céges tárgyalásokat folytattam 2007-ig, az alatt több mint 1000 céges tárgyalást csináltam. És közben személyesen is tárgyaltam emberekkel, személyes megbeszéléseim száma is jóval meghaladta az 1000-et. Na most előadást tartottam már szintén jóval többet, mint 1000-et. Tehát mindenben ilyen 5 számjegyű statisztikákat tudok ezen a téren felmutatni. Na most ez nem nagy képűség, hanem ezek tények. És ugye mivel emberek szervezésével kezdtem el foglalkozni 91 óta, azóta folyamatosan foglalkozok emberek szervezésével. És elég nagy jártak. Gondold végig, ha te valamilyen szakterületet csinálsz 30 év óta, akkor biztos nem vagy azon a területen hülye. Nem? És valószínűleg, hogy az átlagnál többet tudsz. Nem? Na most valahogy én is így vagyok ezzel, hogy az átlagnál jóval többet tudok a szervezésről. Azon túlmenően, mivel pénzintézet vezető is voltam méghozzá, nulláról Magyarország egy bizonyos pénzintézeti területén a legnagyobb pénzintézetet hoztam létre, nulláról. Ezáltal ugye azon a területen is, pénzügyi területen is, és annak vezetője is voltam természetesen, elég nagy rutinom van. Tehát ami azt jelenti, hogy a pénz és a szellemiség az két ellentétes dolog. Tehát a pénz az teljes anyagi dolog, a szellemiség az pedig a szellemi kategória. És én megjártam azt az utat, ami a pénzügyi területről indulva, tehát abszolút anyagtól indulva, végigment a szellemiségig. Na, ezt se sokan csinálták végig a bolygón. Oké? Okay? És azért annyit elmondanék, hogy gyerekkoromtól kezdve az etikai szintem az átlagnál jóval magasabb volt, emiatt az azért, mert igazságtalanságnak találtam dolgokat gyerekkoromban, én a gyerekekkel nagyon sokat verekedtem. Jó? Mert hál' Istennek fizikailag nem voltam gyenge. Tehát az etika terén már gyerekkortól kilógtam, emiatt például a
az etikám miatt a katonasságban én szívtam a században a legtöbbet. Na mindegy, ez részletkérdés. Csak azért mondom ezeket el a dolgokat, hogy ha valaki ugye azt gondolja, hogy vajon mennyire van jó helyen, akkor ugye kicsit több információ, ezébként ezek az információk java az ott van fönn a weboldalunkon, de az interneten egy az egyben ez megtalálható minden. Tehát így komplexen. Szóval lényeg az, hogy egy olyan dolgot kaptam meg látomásban, ez egy éjszakai látomás volt, felébredés előtt volt ez a látomás, hogy ennek a szervezetnek kell megcsinálni az aranykort. El is mondták, hogy miért. Oké? És azt is mondták, hogy miért engem választottak. Mindegy. Ezzel kapcsolatban. Tehát azóta én tudom, hogy kiválasztott vagyok. És mivel engem egy olyan fából faragtak, amit eddig bebizonyítottam világéletemben, hogy én nem adom fel. Tehát ameddig értelme van egy dolognak, én nem adom fel. Oké? Okay? Márpedig annak, hogy aranykor legyen ezen a bolygón, annak soha nem látott módon volna, bármivel találkoztam, ahhoz összehasonlítva, soha nem látott módon van értelme. Tehát, hogy a bolygón aranykor legyen, ennél nagyobb értelmet én még itt az életemben nem találkoztam. Jó, nem kis feladat. Ennél nagyobb kihívással sem találkoztam. Soha. Tehát az előző kihívások, ami pedig piacvezetői pozícióba vittem, nudlik voltak ehhez képest. És hogy aranykornak kell lenni, azt is elmondták nekem a fentiek, hogy miért kell aranykornak lenni, ezt tanításokban elmondtam. És ugye olyan részletességgel, ahogy én tudok beszélni az aranykorról, én még embert nem hallottam. Tehát, hogy mi lesz az aranykorban, és az hogy fog működni. Már 2004-es írásaimban már említést teszek ilyen dolgokról, na mindegy. Szóval lényeg az, hogy az is fönn van az oldalon. Tehát lényeg az, hogyha valaki itt van, akkor hallhat esetleg olyat valakitől, hogy hát az aranykorba jutás az miért a PPA-n keresztül tud megvalósulni. És ez egyeseket irítál. És akkor erre csak annyit szeretnék mondani, hogy azok a vallások, amik vannak a bolygón, az ismert vallások, azok új vallások? Nem. Régiek. És még nem csinálták meg már az aranykort. Mondjuk 2000 éve, vagy 3000 éve, vagy 500 éve, tök mindegy, vagy 100 éve, mi nem csinálták meg? Hát eleve ott kezdődik, hogy egy vallás az nem független. Nincs független vallás. Érted? Tudod, mit csinál? Nagyon érdekes, a vallásban benne van egy szó, az, hogy ás. Tehát, hát amikor ásunk, akkor pedig lukatásunk, vagy gödröt. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy mi egy független szervezet vagyunk. Érted? Teljesen független. Nekünk nincs politikai vagy vallási befolyásunk. Tehát ugye, ha egy vallás akarná megoldani az aranykort, arra csak annyit mondanék, hogy a vallások csak egyre jók, hogy megosszák az embereket. Tudod, miért találták ki a vallásokat? Ezért, hogy megosszák az embereket. Ha egy politikai párt akarná zászlójára tűzni, hogy aranykort
szeretném megoldani, akkor tudod, miért találták ki a politikát? Hogy még jobban megossza az embereket. Tehát ahhoz, hogy ne legyen megosztás, hogy bármilyen vallású vagy bármilyen politikai nézetű emberek együtt tudjanak lenni, ahhoz függetlennek kell lenni teljes egészében. És nem vallásnak kell lenni, és nem politikai akárminek kell lenni. Na most akkor van a következő variáció, hogy jó, hát mások is vannak úgy, hogy függetlenek. És az illető, aki ott a vezető, az tisztában van teljes egészében a gazdasági dolgokkal, az tisztában van a szellemi dolgokkal, és tisztában van az emberek működésével és a szervezéssel kapcsolatban is. Na akkor megkérdezném, hogy ezen a három területen a bolygón, a PPH-sokon kívül hány olyan embert tud bárki, aki ezen a három területen profi. Márpedig én profi vagyok a szellemi téren, profi vagyok a fizikai megvalósítás téren, és profi vagyok a szervezésben és az emberek bánásmódjában is. Érted? Most hány, rajtam kívül mennyi van a bolygón? Találkoztatok még olyannal? Persze olyannal vannak, olyanok vannak, akik nagyon jók a szervezésben. Olyanok profik. Olyanokkal is találkozhattál, akik másikokkal, akik jók a szellemiségben, profik. És olyanokkal is találkozhattál, akik profik mondjuk a harmadikban, a fizikai megvalósítás terén. De így együtt, hányan találkoztál? És ugye nekem az a törekvésem, hogy ne csak én legyek ha ezen a területen profi, hanem itt nagyon sokan legyenek profik. Ezen a három nagy területen. Világos ez? És legalább annyira profik, hanem profibbak, mint én. Világos ez? Tehát most gondold végig, hol látsz máshol ilyen törekvést? Ezt csak most azért mondom, mert fogsz találkozni olyan emberekkel, akik megkérdőjelezik a mi létjogosultságunkat. És akkor ugye nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát gondold végig, ha körülnéz valaki reálisan, aki, tehát mi az aranykor feltétele? Ha itt megnézed, le van írva, tehát hogy képes legyen az ember szeretetben, békében, boldogságban együttműködni, feltétel nélkül együttműködni másokkal. Hány ilyen embert ismersz a bolygón? Tehát akár a spirituális emberek közt hányat ismersz, aki képes feltétel nélküli szeretetbeni együttműködésre? Tehát most gondold végig, elmész egy spirituális képzésre, és mit tudom én, legyen mondjuk egy kétnapos képzés, és kifizetsz mondjuk a két napért, legyen ne túl nagy ár, mondjuk 10.000 forintot. Tehát az nagyon kedvező ár. És vajon az a pénz kié lesz? Hát a spirituális tanítói, nem? Hogy? Hát ez egy az egyben. Nyilván abból fogja fizetni az adót. Stb. Jó? Na most valaki itt van egy hónapi képzésen 9.800 forintért, annak a befizetésének a 75%-a az kifizetésre kerül azok között, akik a szervezésben részt vettek. Érted? Tehát magyarul nekünk, akik ezt az egészet működtetjük, marad ennek a 9.800 forintnak a 25%-a. Nem a 100%-a, érted?
Na most akkor megnézzük, melyik az etikusabb. Hm? Hogy élni és élni hagyni, vagy csak élni. Hát mi úgy működünk, hogy élni és élni hagyni. Tehát, hogy ne csak mi járjunk jól, hanem ti is. Oké? És akármilyen hihetetlen, úgy van kialakítva a rendszer, hogy nekünk az a jó, hogyha te minél több pénzt keresel itt. Érted? És nem csak nekünk az a jó, hanem mindenkinek az a jó. Úgy van kialakítva. A szervezők közti lévő vezetőknek is az a jó, hogyha az alatt lévők minél többet keresnek. Oké? Okay? Na most, miért kell ez? Tehát nem tudom, mennyire figyelitek, hogy mennyire érdekorientáltak, tehát érdek központúak, vagy hogy is mondjam, tehát érdekeltségűek az emberek. Mert az orientáltság, az pont az érdekeltség. Tehát mennyire érdekeltségűek az emberek. Tehát mennyire az érdek mozgatja őket? Hát nyilvánvalóan ti is azt látjátok, mint amit én, hogy az emberek nagy részét valamilyen érdek vezérli. És a legtöbb esetben önös, ha jobban megnézed, önös érdek vezérli. Na most, ha megnézzük, az aranykor az nem az ember. A bevételének a 3/4-ét szétosztja azok között, akik dolgoznak, akkor az nem önös érdek. Nem? Tehát, hogyha jobban végig gondoljuk, akkor én pontosan tudom, meg ugye akik régebben itt vannak, hogy miért minket választottak ki arra, hogy megcsináljuk az aranykort. Tehát gondold végig, az emberek érdek alapon működnek. Na most, itt meg elolvasod, és azt látod, hogy képesek legyenek szeretetben való együttműködésre. Abban nulla érdek van, érted? Nulla saját érdek. Nulla. Tehát az emberek abszolút nem úgy működnek sajnos, hogyha másnak jó, akkor nekem is jó. Tudod, mióta így működöm? Pont 30 éve. Azért kezdtem el annak idején, amivel először kezdtem el foglalkozni emberek szervezésével, mert azt láttam, hogy az olyan, amit nyújtok az embereknek, ami másnak jó, és ha másnak jó, akkor az nekem is jó. És azóta, mióta foglalkozok, és embereket szervezek valamilyen céllal, mindig ez volt a motiváció, hogy csak olyan témában szervezek embereket, ami, ha másnak jó, akkor nekem is jó. Tehát nem nekem, nekik. Érted? És én 30 éve ezen az elven működök, hogyha nekik jó, akkor nekem is jó. De az emberek, én azt látom, hogy alapvetően nem így működnek. Ez egy másfajta nézet, érted? És az embernek ezt a nézetet meg kell tanulnia. Hogy te sem jársz rosszul akkor, hogyha a környezetedben élők jól járnak általad, természetesen. Hát ezt hívják úgy, hogy csere, pedig akkor még nem is tanultam a cseréről. Semmit. Tehát én soha nem működtem átlagemberként kisgyerekkoromtól. Soha nem is fogok átlagemberként működni. Oké? És soha nem is akartam átlagemberként működni. Soha. Mit jelent a nem átlagemberség ugye ebben az értelmezésben? Hát azt, hogy például példát mutatni az emberek számára. Tehát itt van 10 életterület.
Ez mind működik nekem. Érted? Mind a 10. És jól működik. És ugye azt szeretném, hogy neked is mindez a 10 jól működjön. Természetesen. És nem csak neked, hanem mindenkinek, aki erre nyitott. Hogy jól működjön. Tehát ezek a területek, ezt ha megnézed, egy csomó olyan dolog van, ami szellemi terület, van ami fizikai terület. Miért pont itt? Miért pont itt kell rajtunk keresztül létrejönni az aranykornak? Hát nagyon egyszerű, mert azt a tudást, ami az aranykorhoz kell, jelenleg mások nem rendelkeznek vele. Világos ez? Én nem mondom azt, hogy esetleg nem rendelkezhetnének, de most nincs ilyen. Érthető? Tehát nincs máshol ilyen összetett tudás. Oké? Nem kell otthagyni senkinek a családját, nem kell elvonulni egy kolostorba. Érted? Bárki otthon tanulhat, bárki ebbe a tanulásba bevonhatja a hozzátartozóit is. Tehát ami azt jelenti, hogy maga az egész tudásátadás mechanizmus az hozzá van alakítva a jelenlegi világhoz, technikai világhoz. Világos? Nem az 1000 évvel ezelőtti dolgokhoz van. Tehát megnézed, beülsz most egy, mit tudom én, egy keresztény templomba, és a mise olyan, mint 50 évvel ezelőtt, érted? Hát 50 év alatt mennyit változott a világ? Gondold végig. De ugye lehetne ezt még fokozni a különböző vallások esetében. Tehát az aranykor azt jelenteni még egyszer, hogy nincs elnyomás, érted? Tehát nincs elnyomás. Nincsenek benne elnyomók. Egy ember nem tud úgy tanulni, hogy közben elnyomják. Egy ember nem tud úgy tanulni, érted, hogy olyan mértékű elnyomásban részesül, hogy a figyelme nem marad a tanulásra, mert az elnyomásra figyel. Nem lehet úgy tanulni. És milyen célt szolgál ugye az aranykor? Most beszélnek itt az aranykorról, de nem az aranykor a cél, hanem a magasabb létformába kerülés. Az aranykor csak egy átmenet. Hol hallasz te olyanról, hogy tömegesen kerüljenek be az emberek a magasabb létformába? Melyik szervezetnél? Vagy milyen spirituális tanítótól? Hogy megvan hozzá a konkrét módszere, hogy hogyan juthatnak be a magasabb létformába a tömegek. Hol van még ilyen? Érted? Hol? Kinél? Lehet, hogy azt gondolják egyesek, hogy bejutnak az aranykorba. Hogy? Hogy fogják megszervezni azt, hogy mondjuk több millió ember tanítsanak? Több milliót. Tehát itt arról van szó, hogy milliókat kell tanítani. Érted? És mit csinálnak majd azokkal az emberekkel, mások, más szervezetek, vagy más spirituális tanítók, akik elakadnak a tanulásban, és személyes segítségre lesz szükségük. Mit csinálnak? Egyedül majd az, aki, mit tudom én, online több millió embernek tart előadást, majd ő fog, mit tudom én, abból 50 ezernek segíteni személyesen? Hogy? Nem lehet. Egy ember hatékonyan 5 emberrel tud foglalkozni. Hatékonyan. Az azt jelenti, hogy
Ugye, ha nagyon-nagyon megerőlteti magát, akkor 6 emberrel. És ez honnan alakult ki, hogy csak tudjátok? Vannak kis összekapcsolódások itt a mitológiával, ugye, hogy a Jóisten 7 nap alatt teremtette a Földet, de a 7. nap már megpihent. Oké, tehát gyakorlatilag 6 nap alatt teremtette a Földet. És ez azt jelenti, hogy azért hatékonyság, azért 6 nap, tehát azért 6 emberrel tudunk maximum foglalkozni, mert akkor van egy szabad napod. Érted? De mióta a szombat is szabad nap, azóta már csak ötékony, nem hatékony. Oké? Okay. Csak ugye ez a hatékony szó előbb keletkezett, mint a szombati szabad nap. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyilván most ez a 5 emberrel való foglalkozás nem azt jelenti, hogy foglalkozol egyen, mit tudom én, 5 percet egy nap, és akkor még mennyi szabad időd maradt. Hanem akkor az komoly foglalkozást jelent, de ha jobban megnézzük, akkor tudjátok ez, mit jelent, hogyha nem teszi ki az 5 ember az 5 napot foglalkozásban, akkor az azt jelenti, hogy 25 emberrel tudsz foglalkozni. Érted? Tehát egy hét alatt 25 emberrel tudsz foglalkozni. Tehát magyarul, ha csak emberekkel foglalkozol, és tényleg intenzíven kell velük foglalkozni, akkor az azt jelenti, hogy naponta 5 emberrel tudsz foglalkozni. Érthető? És egy hét alatt az 25 ember. Jó? Na most, ha ezt számolgatunk egy kicsit, van itt egy 8 milliárdos emberiség. Ez úgy működik, hogy van egy olyan elv, hogy Pareto elv. Biztos hallottatok már róla. Ez azt jelenti, hogy 80-20 szabály. Az annyit jelent, hogy a 80% nem, a 20% az teljesíti a 80%-át az eredményeknek. És a 20%, nem, a 80% teljesíti a 20%-ot. Ez a Pareto elv. Na most az eleve azt jelenti, hogyha ezt másként átfordítjuk, akkor ugye egy ember vezet 5-öt. És akkor nézzük tovább, de ugye a Pareto elvnek is van egy tovább lépése, a Pareto elv Pareto elvje, amikor megnézzük azt a 20%-ot, ott is úgy jönnek ki az eredmények, hogy annak a 20%-nak, ami teljesítette a teljes összteljesítmény 80%-át, tehát az a 20%, ban lévő 20%, bocsánat, a 20%-ban lévő 20% teljesítette annak a 80%-át. Magyarul 4% teljesítette a 64%-át az eredményeknek. Hoppá! Világos ez? Tehát mondom még egyszer, a 4% teljesítette a 64%-át az eredményeknek, mert 88 ugye az 64. A 4%, tehát 100-ból 4 ember képes arra, hogy 64%-át teljesítse az eredményeknek. Hoppá! Na most ezt a számokat figyelembe véve, akkor ugye egy kicsit számolgat az ember, akkor például ilyen számot is figyelembe véve, hogy az emberiség 20%-a az elnyomó, és nekik nagyon nagyot kellene változni. És ezért mondjuk, ha a teljes emberiséget nézzük, az teljes emberiség 4%-a az mekkora szám? 8x4 az 32, 320 millió ember.
Tehát 320 millió kellene a bolygó lévő egész emberiség tanítására. Tehát 320 millió ember. Na most 320 millió embert melyik szervezet tud megszervezni mondjuk rajtunk kívül? Amelyiknek van szervezési tapasztalata? Vagy melyik spirituális oktató? Oké? Jó, persze az emberek kiválasztják önmagukat, most van a kiválasztódás, azt tudod. Tehát ugye többször megkérdeztem, hogy mi van még, mi van most, mi volt, márciusban volt az első ilyen kérdése. Ugye akkor azt mondták, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét. Most még mindig azt mondják, hogy teszt. Már nem a tűrőképesség tesztje folyik, már teszt. Mire teszt? Az aranykorra, nem vicc, komoly. Az aranykorra. Tehát ez, mit értünk az aranykorra teszteléssel kapcsolatban? Visszamegyünk ide. Mi kell ahhoz, hogy valaki aranykorba jusson? Maradunk itt mégiscsak. Ezeken kell fejlődni. Min? Hát, hogyha megnézed, ezek lelki fejlődés szintjei. Tehát van 7 szintje a lelki fejlődésnek. Honnan tudod, hogy ki milyen szinten van? Nagyon egyszerű. Mi foglalkoztatja ezek közül leginkább? Ezek közül a szavak, a szavakat néz. Mi foglalkoztatja a leginkább? Nagyon egyszerű. Mi az, ami foglalkoztatja az embert? Elsősorban a foglalkozása. Nem véletlenül foglalkozás, foglalkozik vele az ember. Tehát leginkább, ami foglalkoztatja az embereket, az a foglalkozás. És a foglalkozása körül van a legtöbb gondolata. Oké? Nyilván, ha valakinek nincs foglalkozása már, akkor szana szétszóródik a gondolata. Mert ez így van. Szétszóródik. És gondolatban tehát, melyik ezek közül számára a legfontosabb? Mármint úgy értve, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ha most megnézed, hát túlélés. És egy kisebb rész, de még mindig nagyon jelentős, valamivel kevesebb, mint a túlélés, biztonság. Most itt az elmúlt egy évben lecsúsztak az emberek innen, ide. Hát ha nem a túlélés lenne a legfontosabb számukra, akkor nem oltatnák magukat. Világos ez? Hát a lakosság fele beoltatta magát Magyarországon. Tehát a lakosság fele élből túlélés szintjén van. És még folytatódik tovább az oltás. Gondold végig. Hát de azt mondod, hát nagyon sok ismerősöd azért oltatta magát, hogy tudjon menni nyaralni. Hát jó, de az egy közvetlen dolog. De közvetett módon, ha jobban megnézed, sőt azt mondom, hogy az a közvetett dolog, hogy ő mehessen nyaralni. De a jogszabály nem azt mondja, hogy azért kell oltatni, hogy mehess nyaralni, hanem azért, mert veszélyhelyzet van. Érted? És hogy a vírus az ne terjedjen, ne fertőződjön. És minél kevesebben halljanak bele. Nem? Nem ezt mondja a jogszabály. Tehát gyakorlatilag ő ennek felel meg, nem annak, hogy nem mehet nyaralni. Tehát gyakorlatilag ők is teljesítik a túlélés feltételeit, egy az egyben.
Na most ezt megnézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látod, hogy az emberek ezen a szinten vannak. Tehát miért mennek nyaralni? Nem azért, hogy biztonságban legyenek, mert a biztonság a legjobban az otthonban. Ha biztonságban akarnak lenni, akkor otthon lennének, és nem költenék a pénzt. Világos ez? Tehát ők nem biztonságban vannak, biztonságban akarnak lenni, hanem miért akarnak menni nyaralni, túl akarnak élni, miért akarnak menni nyaralni? Hát, hogy kipehenjék azt a sok mindent, amit elszenvedtek. Tehát, mert a túlélésük az kell, hogy pihenjenek, hogy áztassák magukat, meg stb. Érted? Meg kiránduljanak. Érted? Ez kell a túlélése érdekében. Mondom, ha biztonság miatt kellene, akkor otthon ülne, és nem költekezne. Érted? Akkor azt mondaná, hogy fogjuk a pénzt, mert a biztonság, hogy az kell, hogy legyen pénzünk. De nem. Alig várták, hogy költhessék a pénzt. Világos ez? Valahova tartozás. Persze vannak olyan emberek, akik a valahova tartozásban vannak már. Tehát lehet mondani, hogy a lakosság nagyon nagy része az ebben a háromban van, de ez már azért jóval kisebb tartomány. Tehát azok tartoznak ide, például akik valamilyen vallási közösség aktív tagjai, vagy például a PPA-sok, akik rendszeresen járnak képzésre, vagy élőben veszik igénybe a képzéseket. De elismerés szintjén. Na most látjátok, hogy mennyire igazam volt az elismeréssel kapcsolatban. Mert azt gondolták sokan, hogy a zenészek, művészek ide tartoznak. Na most nézd meg őket, hol vannak. Érted? Sőt, egyesek, ugye a zenészek, művészeket ide sorolták az ötösre. Hogy önmegvalósít. Na most nézd meg őket, hol vannak. Érted? Lezuhantak ide. Mert nem is voltak itt. Tehát innen nem lehet lezuhanni, ha ott vagy. Innen még le lehet zuhanni, de innen már nem lehet önmegvalósítás szintjére. Kíváncsuk, hogy lezuhanj. Tudod, mit jelent az elismerés eleve? Hogy van saját csapatod, akiket elismersz, és ők is elismernek téged. Saját csapatod. A zenész hány rajongóját ismert el? Persze a rajongók elismerik őt, de ő mennyit ismert el a rajongók között? Volt saját csapata? Dehogy volt. Az elismerésből az önmegvalósításra úgy jut el az ember, hogy amit tudsz, átadsz a csapatodnak. Tehát nem csak elismersz, hanem a tudásodat átadod. Érted? Tehát adod magadat. Érted? Amit tudsz, átadsz. Ez jelenti az önmegvalósítás. Ezt végig kell csinálni, végig kell menni rajta. Ennélkül nem megy az aranykor, és utána az ember bekerül a küldetés szintjére. Azt tudod, mit jelent? Ott kezdődik, nem véletlen van itt ez a vonal, az érdekmentesség. Nem érdekből csinálod. Tudod, miért csinálod? Másokért. Érted? Nincs benne érdek. A küldetés szintje az van, tehát az a küldetés szintje, hogy neked olyan dolgok lebegnek a szemed előtt, aminek semmi köze a fizikai dolgokhoz. Érted? Tehát az, hogy mondjuk a jövőben az emberek folyamatosan fejlődjenek és tanuljanak, annak mi köze van bármilyen fizikai dologhoz? Jó, azon kívül, hogy technikát igénybe veszik, de nem úgy értve. Hol van ebben benne az érdek, ami a fizikai dolgokhoz kapcsolódik? Érted? Hol? Hol? Milyen módon? Semmilyen módon.
Tehát most gondold végig, ha valaki most megtanulja, akár úgy kezdve, hogy azért szervez, mert milyen jó lenne abból megélni. Semmi gond nincs ezzel. Mennyivel jobb lenne, mint mondjuk, mit tudom én, egész nap, mondjuk a napon dolgozni nyáron. Vagy télen a hidegbe. Vagy egy gép mellett dolgozni egész nap. Hát annál szerintem, vagy mit tudom én, másnak a nyavajgásait hallgatni a kórházba. Vagy bármilyen munkát mondani. Érted? Gondold végig, mennyivel egyszerűbb. És akkor azt mondja, hogy hát ez sokkal könnyebb munka, akár ki se kell mozdulni otthonról, avval se kell időt tölteni, hogy közlekedjek. És akkor avval foglalkozik, hogy szervez. Semmi gond, lehet közben érdekes, semmi probléma nincs ezzel. De amikor ide eljut az ember, akkor már nem érdekből fogod csinálni. És gondold végig, hogyha valaki nagy csapata lesz, már pedig nagy csapatait úgy tud valaki lenni, valakinek lenni, ha szereti az embereket. Érted? És minél jobban szereted az embereket, annál nagyobb csapatot tud lenni. És ez azt fogja jelenteni, hogyha arra a szintre jut az, aki érdekből kezdte el, hogy már nagyon szereti az embereket, akkor gondolod, itt majd fogja, és azt mondják majd, hogy az aranykorban nem lesz pénz, nem lesz olyan, hogy vagyon, de hát akkor én fogom, és ezért nem is érdekel az aranykor, mert engem csak a pénz érdekel. Gondolod, így fog valaki, bárki is működni? Tehát az ember képes a változásra, és nem kismértékű változásra képes. Érted? Ha olyan közegben van. Érted? Olyan emberek veszik körül, akik ugyanolyan törekvéssel rendelkeznek, mint ő. Érted? Ugyanarra tartanak. Ha nézd meg akár egy minimalizálva a dolgokat, egy családra, két fő, férfi, nő. Ha nézd meg, mekkora különbség tud lenni, ha egy irányba haladnak, mintha nem egy irányba haladnak. Most gondolj bele, akkor mekkora különbség, ha százak, vagy ezrek, tízezrek, vagy akár milliók haladnak egy irányba. Érted? Az is nagy különbség, hogy mondjuk két ember halad irányba, vagy egy irányba, vagy akár a gyerekek is becsatlakoznak, és a gyerekek is abba az irányba kezdenek el haladni. Érted? Egész más. Értitek? Az azt jelenti, hogy sokkal több olyan energia, ami egy irányba tolja a dolgokat. Tehát ezért szoktuk mondani a kettő fő esetén is, a párok esetén is, hogy nálunk az egy meg egy az nem kettő, hanem 11. Tehát gondold végig, hogyha tényleg majd tízezrek, százezrek, milliók tanulnak. Érted? Ott milyen energiák lesznek. Gondold végig, mert egy irányba haladnak. És gondold végig, hogy melyik jobb, hogy egy irányba haladunk, vagy erre, arra, amarra, mint a családnál. A legtöbb család nem egy irányba halad, sajnos. Érted? Melyik a jobb? Én is tudom milyen, mikor nem egy irányba haladunk, vagy amikor egy irányba haladunk. Nejem elmondta itt a színpadon. Volt neki választása? Nem. Nem. Hát de mi mellé tud állni az ember, érted? Vagy mi mögé tud állni? Aminek van értelme, nem? Egyértelmű. Olyan dolgok, ami felemelő és nem lehúzó. Hát mondj még egy olyan dolgot, vagy bárki ezen a bolygón mondja, nemesebb dolgot, mint jelenleg az aranykor, érted? Az aranykorba jutás. Ennél tud valaki nemesebb dolgot? Ha mondja már el nekem.
Hát ennél nemesebb dolog egyszer nem létezik, gondoljátok végig. De ezt is tudnunk kell, hogy itt nem az aranykorról szól a történet. Az aranykor csak egy előszoba. Érted? De az előszobába is be kell jutni. Az előszobán keresztül, vagy előszobába bejutáshoz át kell menni dolgokon. Érted? Hogy az ember bejusson egy házba is, az először, lehet, hogy át kell menni a kerten, stb. Hogy át kell menni az ajtón, a kapun először, stb. Érted? Hogy bejuss egy előszobába. És az előszoba az nekünk az aranykor. És onnan fogunk tovább jutni, hogy végre feljussunk egy magasabb létformába, érted? Egy olyan magasabb létformába, ami nem utópia, ami a világban itt van, csak nekünk nincs részünk benne. Érted? Mert fogták és a lelkünket bezárták ebbe a testbe. De szó szerint. És ugye tudod, miért van bezárva? Mert nincs tudása ahhoz, hogy ne legyen bezárva. Mert elvették születésünk előtt a tudását. Érthető? Tehát gondold végig, hogy mi az, ami ennél nemesebb a Földön, mint hogy visszatérj oda, honnan jöttél. Honnan? Abból a világból, ahol te, mint szellemlény, totál szabad tudtál lenni. Hát ha megnézed, a te lelkednek most, hogy benne kell tartózkodnia a testedben, hát ennél nagyobb börtön nincs. Hát gondold végig, mintha most benne kellene lenned valami páncélban, egész életedben, érted? Körülbelül ezt ért. Értsd a saját lelkedre nézve. Érted? Mintha te, mint ember, beraknának egy páncélba, és azt mondanák, jó, akkor innentől kezdve ebbe a páncélba lehet csak. Semmi másban. Ugyanezzel ezt éli meg a lelkünk a testünkben. Érted? Persze, aztán utána még ehhez kapcsolódik az is, hogy kit mennyire korlátoznak, hogyan, mert ugye az a lényeg, hogy ki hogy éli meg a különböző korlátozó intézkedéseket. Mert nem az a lényeg, hogy milyen korlátozó intézkedések vannak, az nem számít. Egy számít, ki hogy éli meg. Világos ez? Tehát az életben sose az számít, hogy mi van, hanem az számít, hogy te hogy éled meg. Ha te jól éled meg, akkor lehet akármi. Gondold végig. Más még a rosszat is, vagy a jót is rosszul tudja megélni, gondold végig. Hány olyan ember van a Földön, aki a jót is rosszul éli meg? Na erre lehet mondani, hogy relatív. Tényleg nézőpont kérdése. Ki hogy áll a dolgokhoz? Szóval, lényeg az, hogy itt van egy szervezet, amely képes arra, hogy bejuttassa az embereket az aranykorba, és bejuttassa a beteljesülés szintjére. Felőlem lehetne több is. Nincs nekem ebben semmi gondom. Mikor hallottok tőlem olyat, hogy valamilyen spirituális tanítót szapulok? Sose. Oké? Engem szapulhatnak, és szapulnak is. De én nem szapulom egyet sem. Vagy akár bármelyik vallást szapulom. Szoktatok ilyet hallani tőlem? Nem, és nem is fogtok ilyet hallani tőlem. Mindnek az életben megvan a szerepe. Oké? Ha például az a szerepe valamilyen társaságnak, közösségnek, hogy rossz irányba vigye az embereket, akkor az a szerepe. Nekem abban sincs semmi gondom, érted? Ha ezt meg tudják tenni emberekkel, tegyék meg, ez is úgy hívják, hogy teszt, de nem PCR, tudod. Hanem egy sokkal komolyabb teszt.
Hiszen most egy olyan teszt van, hogy az emberek kell mi lesz. Érted? Elindulnak, vagy itt maradnak. Ez a teszt. Folyik most. Akarnak maguktól valamit, vagy úgy akarnak élni, ahogy a 20. században megszokták. És akkor erre mondhatod, hogy de hát vannak olyan emberek, akik már a 21. században születtek. Aha, de milyen mintát láttak? A mintájuk az 20. századi. Oké? Akik tanították őket, azok mind 20. századi. Egy se 21. Oké? Ami annyit jelent, hogy ha körülnézel a saját ismeretségi körödben, tényleg azt látod, hogy az emberek 20. századi módon akarnak élni, nem? Egy az egyben. Csak a 21. század már nem erről szólna. És most kiválasztódnak azok, akikből lehet valami. Akikből nem, az meg úgy jártak, hát ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenkinek nagy szeretettel mondom, akik újként hallgattak engem, hogy nézzenek egy kicsit körül a weboldalunkon, nézzék meg a törekvésünket, nézzük meg a videóimat, és kezdjenek el tanulni. És természetesen szeretnénk azt, hogy minél többen itt tanuljatok. Hiszen bármi, ami gondot jelenthet az életedben, bármi, arra tudsz kapni itt megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, és találkozunk a szerdai képzésen. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és természetesen jó utat, vagy ahogy szoktam mondani, széles utat. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen ezt a rendkívüli előadást Szedlacsik Miklósnak. Azt hiszem, megint hallhattunk új dolgokat. És milyen hangulat van a teremben, ugye? Nem akarok hazamenni. Így van. Civil foglalkozásod, Júbaja? Nekem? Váltsunk témát. Oké. Okay. Kereskedem, mint végeztem. Honnan jöttél? Gyuláról. Családi helyzeted? Házasságban élek. Miért kezdtél a Nyílt Akadémián tanulni? Először is. Nem volt választásom. De, volt választásom. Igen, volt választásom, volt 4 hónapom. És hát az először, ez is nekem egy megerősítés volt, hogy a 4 hónap alatt, kicsi idő alatt a párommal láttam a változást. Ha keveset is, de már láttam rajta, bele tudtam hallgatni a képzésekbe, és nekem Szedlacsik Miklós volt az ember, aki azt mondtam, hogy nekem itt a helyem, aki... Már lehet, hogy többször elmondtam, de mindig vannak újak, akik hallgatnak minket. Nekem nagyon tetszett, hogy valóban, amit tanít, ő úgy él, egy nagyon etikus ember, és valóban hatalmas tapasztalattal van. Tehát neki nem tudunk olyan kérdést föltenni, vagy ha problémánk van, mindenre megkapjuk a választ mindig. És olyan választ kapunk rá, amivel valóban meg tudjuk oldani a problémáinkat. Én 6. éve vagyok itt a PPH-nál, és ha nekem valaki 6 évvel ezelőtt azt fogja mondani, hogy én egy ilyen boldog életet élhetek, mint amilyet most élünk, és ezt tudom, hogy csak egyre jobb lesz, akkor én nem hiszem el neki, megmondom őszintén, hogy csodálatos. Tehát ahogy eleve a házasságom, amilyen nem volt egyszerű. Amilyen volt, és amilyen lett. Nem volt egyszerű.
az ember, aki itt áll mellettem. Én bármennyire is szerettem volna, nem volt meg hozzá tudásom, hogy őt úgy kezeljem, hogy... Irányítson. Jó, lehet volt benne ez is. Oké. Okay. Bevallom. De tényleg úgy megtanulni, kezelni egymást, nem csak én őt, hanem ő is engem, hogy egy olyan példát tudjunk mutatni a gyermekünknek is, és olyat tudjon továbbvinni, ami az ő életében is sokkal jobb lesz, ez is egy csodálatos dolog. Csodálatos tényleg úgy anyának lenni, amilyen tudással őt tudom nevelni. Meg a másik az, hogy valóban itt tud lenni egy csapatod, és olyan példát tudok mutatni a csapatnak, amit én úgy gondolom, hogy ők is, ha azt tovább viszik, akkor nekik is ugyanolyan jó életük lehet. Nagyon rengeteg felismerést kapunk a képzések által, ami persze nagyon rosszul tud esni, de hogyha azokat valóban őszinték vagyunk magunkhoz, és kijavítjuk az itt kapott tudással, akkor nincs az életedben probléma. Eltűnnek a problémák. Valahogy olyan, tehát tényleg ilyen, nem is tudom, könnyebbeket kapunk, vagy könnyebben kezeljük, inkább talán az. És én pont valamelyik nap is mondtam egyébként Szedlacsik Miklósnak, hogy én annyira hálás vagyok, hogy ő az életembe került, mert tényleg lehet, hogy aki most hallgat először azt mondja, hogy túlzás, nem túlzás. Ő egy olyan ember, aki valóban azt akarja, hogy te egy boldog ember legyél, és olyan tudásra élj ezen a földön, ami bármit el tudsz érni. Bármit meg tudsz valósítani. Úgyhogy aki először hallgatja, ne gondolkozz, gyere és tapasztald meg te. Bárki bármit mond, gyere el és tapasztald meg, hogy mi van itt. Mit kapsz, milyen ember Szedlacsik Miklós, és utána dönts el, hogy közénk akarsz tartozni, be akarsz jutni az aranykorba, vagy mit szeretnél. A képzések ára Szedlacsik Miklós olyat állapított meg, ami megfizethető. Bármire elkölted azt a pénzt, biztos vagyok benne, de azt nem tudod beépíteni az életedbe. Úgyhogy gyere közénk, ne gondolkozz. Az én civil foglalkozásom az első, az vasesztergályos volt. Gyulára jöttem ugye a párommal, egy lányunk van. A Nyílt Akadémiát, hát azért kezdtem el, mert először meg is lepődtem, mikor megtaláltam, hogy van ilyen hely egyébként. Van ilyen hely, és eddig miért nem találtam meg. Ránéztem a weboldalra, hát mondom, nekem ez, erre nekem szükségem van. Aztán érdekes volt, mert egy idő után bevallottam a Szedlacsik Miklósnak, hogy én azt hiszem hónapokig meg se hallottam, hogy szervezésről is szó van egyébként. Nem, mert az nekem valahogy kívül esett, olyan, mint amikor az indiánok meglátták Amerika partjainál a hajókat, és meg kellett nekik mutatni, mi az, hogy hajó, mert nem tudták. Na nekem ilyen volt a szervezés. Tehát fogalm se volt, hogy jól kerültünk. Kicsit ellapoztad, nem? Köszönöm. És akkor, hogy mit adott nekünk a Nyílt Akadémia? Hát új én szerintem mind a kettőnek, új párt, új életet, egy nagy csapatot, ami egyre növekszik, édes problémákat ezáltal. Azt tanácsolom én is mindenkinek, hogy ne higgyen, nem is kell nekünk elhinni, próbálja ki, hiszen kockázat nincs benne, nincs kötelezettség, egy hónapot befizet, kipróbálja. Kapcsolatot fel lehet venni a szervezőkkel, könnyen, messengeren keresztül lehet beszélgetni, ki kell próbálni. Még egy valami eszembe jutott, mert itt maradt a táblán ez az ábra. Utóbbi három napban beszélgettünk egy pár tanulónkkal, és azt mondom nektek, hogy bárhol lehetek a világon, újként, tanulóként, nem tudtok eljönni, mert mit tudom, Ausztráliába üldögélsz otthon, legalább fejbe ide juss el. Ha nem jutsz el ide, hogy hozzánk tartozol, akkor ezeken a szinteken elvesztél, már most. Hát ide el kell jutni. Nincs, aki megmentse, ha nem jutsz el ide. Köszönöm szépen.
Hát és még egyszer megköszönöm Szedlacsik Miklósnak, hogy házigazdák lehetünk. Ez egy óriási lehetőség. Szívből kívánom mindenkinek, hogy egyszer próbálja ki ezt a dolgot, ez egy ragyogó lehetőség. És megköszönöm mindenkinek az együttműködést és a felénk áramló szeretetet. Megpróbáltunk bele nagyon sokat visszaadni. Szeretünk benneteket, minden jót kívánok mindenkinek. Szerbusztok! Sok sikert mindenkinek! Sziasztok!